úgy indult, hogy a 70-es, 80-as években valóban nagy divat volt a nemzetiségi táncház, a szerb, a görög. Valószínű azért, mert hogy ezekben a lánctáncokba könnyebb volt beállni, könnyebb volt elkezdeni táncot tanulni. De aztán jött egy Ki mit tud, és a lelkes fiatalokból álló csapat összeállt erre a versenyre, de innen folytasd tovább te, hiszen most volt 35 éves a Martenica tánc együttes. Sőt, olyannyira, hogy már tavaly ünnepeltük a 35. születésnapunkat. Úgyhogy nagyjából egyidős vagyok így a táncház mozgalomnak a nagy részével a elmúlt talán 40 évből, a 30 évben ebben mozgok. Én is táncházban kezdtem, mint sokan mások, de én először nemzetiségi táncházakba verődtem el. A barátaim vittek el görög, aztán majd szerb, horvát és később bolgár táncházba is, ahol csak álltam a függöny mellett és bámultam a többieket, hogy milyen jól táncolnak, és én semmit nem tudtam az ég egy földön. Na hát onnan két fiú valahogy elcsalt engem a Martenica táncegyüttesbe, ez volt most már 31. éve, és hát ott ragadtam. És időközben aztán persze úgy, mint mindenki más, nyitottabb lettem minden más terület felé, a táncok különböző nemzetek táncai felé, de hát természetesen a magyar néptánc is egy kicsit már jobban érdekelt, mint addig, amit a tévében láttam. Ugye azért a mi időnkben, gyerekkorunkban ez a piros papucs, bőgatya és nagyjából ennyi volt a folklór a tévében, nem nagyon érdekelt. Aztán egy közelebbről megismerkedtem olyanokkal, akik magyar táncokkal foglalkoznak, és rájöttem, hogy ez valami csodálatos dolog, és akkor én is elkezdtem ugyanúgy táncolni, magyar táncházakba járni, úgyhogy innentől kezdve két vonalon indult el a pályám, párhuzamosan, mert a Martenicát nem tudtam otthagyni sohasem, de a magyar mellette pedig nagyon fontos volt. A Folk magazinhoz a kezdetek kezdete óta közöd van, oda is úgy kerültél, hogy egyszer csak valaki berángatott? Hát igen, hát nem is tudom, hogy igazából hogy is volt már, annyira régen volt. Nagyjából egyidős vagyok a Folk magazinnal, legalábbis ez a története az életemnek. Táncházak után mindig bandáztunk kocsmába, erre-arra, reggelig mentünk. Volt, hogy hajnalban Békés Csabán találtuk magunkat a Soho Táncfesztiválon, tehát minden jött, és hát egy ilyen alkalommal drága jó Puder barátom valamiért, nem tudom, fantáziát látott bennem, és azt mondta, hogy Timi, csináljunk már valamit, kéne ide egy jó kis folyóirat, ahol lehet cikkeket közölni, kritikákat, stb. És valahogy azt gondolt, hogy erre alkalmas leszek, és akkor így ő hívott engem ebbe a társaságba. Nagy Zoltán Puder, aki táncot tanított táncházakban, táncos volt, profi táncos is, és hát mióta világ a világ, úgy ismertük, hogy a Puder a tánctanár. És akkor írtál is a Folk magazinba? Igazából nem. Tehát ez úgy kezdődött, hogy jaj, de jó, csináljunk valamit. Nagy Zoli zenész barátunk volt akkor mi már. Szintén a Téka Együttes akkori tagja. Fő aktivista ez ügyben, és én valahogy ott sodródtam velük jobbra-balra, hát igazából semmit nem tudtam még az egészről. Úgyhogy mondhatjuk, én igazából nem kezdtem el velük dolgozni. Az utóbbi 10 évem az, ami sokkal inkább aktív így a Táncház Egyesülettel közösen, tehát most már egy aktívan belefolyok az ügyekbe, főként ugye nemzetiségi vonalat képviselem, és arra is próbálok figyelni, hogy így a Folk magazinban is megjelenjen egy ilyen cikk, akár ha én írom, akár ha esetleg mással beszéljük meg, hogy esetleg írjon a eseményről, valamilyen programról, vagy bármi. Milyen súlya van ezeknek az írásoknak? Mennyire veszik komolyan, és mennyire része ez a magyarországi, illetve a kárpát-medencei táncházas kultúrának? Van egy réteg, én úgy gondolom, aki erre nyitott, és fontos, hogy publikációkat olvashasson. Nem hiszem, hogy mindenki olvassa, nem gondolom, hogy a nagy táncház közösség, akik tényleg csak járogatnak egyszer-egyszer, és egy jót szórakoznak, de a szakmaiak, akik táncot tanítanak, táncsoportokat tartanak fönn, rendezvényeket tartanak, stb. Tehát biztos, hogy nekik ez fontos, és a visszajelzések is ezt mutatják. Tehát néha vita kerekedik egy-egy cikk kapcsán. Szerintem fontos, hogy itt mi jelenik meg valakiről vagy valakikről.